Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ezúttal Sepsi Szentgyörgyről jelentkezünk. Sonkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő, az MCC elemzője, hadtörténész van a Skype túlsó végén. Szervusz, köszönjük, hogy ma is fogadod a hívásunkat. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket! És mi pedig innen nem sokára megyünk tovább Marosvásárhelyre Nógrádi Györgyel. Ott lesz ma előadásunk, holnap pedig Csíkszeredán zárjuk az eddigi turnénkat az Ultrahanggal. Izgalmas napjaink vannak, ugyanakkor fontosnak tartom, hogy addig is legyenek friss adásaink. Többek között Somkuti Bálinttal, ahogy megszokhatták már minden pénteken. Kezdjük az ukrán ellentámadással, mert hogy Volodymyr Zelenszkij azt mondta a BBC-nek, hogy várhatóan késni fog az ukrán ellentámadás, de úgy tűnik, mintha megindult volna. Mit látunk? Igen, hát nyilvánvalóan az ellenség, illetve az ellenfél megtévesztésének a szándékával Zelenszkij elnök azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy ez a támadás ez várhatóan el fog halasztódni, hiszen több olyan eszköz nem érkezett be, amit megígértek, de nem kaptak meg. Ehhez képest Bahmut környékén az újjászervezett Azov alakulatok több kilométer mélységben visszanyomták az odavezényelt orosz tartalékosokból és önkéntesekből álló alakulatokat. Ezzel gyakorlatilag mi nem fenyegetve ugyan a Bahmutban harcoló Wagner alakulatokat, de mindenképpen az elmúlt időszak legjelentősebb sikerét elérve ezzel. Mit látunk pontosan, hol történik ellentámadás, és milyen formában valósul ez meg? Kérdezem ezt azért is, mert sok mindent lehetett hallani, hogy a zaporizsiai atomerőművet szeretnék elfoglalni, hogy Bakhmutnál szeretnének látványos eredményt elérni, tehát tényleg sok minden elhangzott. Mi az, amit most tényként tudunk, ahol tényleg aktivitás zajlik? Nagyon érdekes, hogy amikor egymásnak általában ellentmondó források, például az egyértelműen ukrán párti International Study of War kutatóintézet, valamint az orosz Voyenkorok is ugyanazt állítják, és ugye a nyilaik ugyanazokra helyekre mutatnak, és ugyanazokat az alakulat hadrendi számokat sorolják föl, akkor valószínű, hogy valami ténylegesen úgy történik, ahogy elmondják. Hogy amit biztosan lehet tudni, hogy Bahmuttól északra is, délre is, a Bahmutban harcoló Wagner alakulat szárnyain történtek ezek a támadások. És hagynám meg próbálni kimondani ezeket a település neveket, mert ez is sok van belőlük, másrészt nehezen kimondhatóak. De úgy néz ki, hogy Prigozsinnak a szavai ezúttal igaznak bizonyultak, ő se arról híres, hogy igazat szokott mondani, és ő már április közepén arról panaszkodott, hogy a Wagnernek az ereje a súlyos veszteségek miatt folyamatosan csökkent Bakhmutban, és emiatt nem fogják tudni folytatni a szárnyakon való előrenyomulást, hanem csak gyakorlatilag magának a városnak a bevételre tudnak koncentrálni. Ugye nem véletlen, hogy folyamatosan tüzérségi utánpótlást kért, majd erről szeretnék kitenni Edward Lutwak amerikai szakértő volt itt most, vagy van itt a héten Budapesten, és tart egy nagyon jó előadást a Ludovika Fesztiválon, és ő is beszélt el a kérdés, hogy ezt hogy is kell elképzelni. De lényeg az, hogy gyakorlatilag például a tatársztáni önkéntesekből a 72. gépestett dandának az egyik zászlajával gyakorlatilag megszakadt a kapcsolat például. Akkor szintén tartalékosokból felállított a 4. illetve 347. gépestett dandároknak is súlyos veszteségekkel vissza kellett vonulniuk a másik oldalon, tehát délen. De gyakorlatilag úgy néz ki a helyzet, hogy a ukránok egyik elit alakulata az Azov jelentős tüzérségi támogatással valóban helyi sikernek nevezhető eredményeket ért el, amit utána aztán tovább lehet fejleszteni egy ellentámadásba vagy egy mélységi sikerbe, de ez azért még egyébként csak az eleje ennek az ellentámadásnak, tehát nem lehet azt állítani, hogy komoly művelet zajlik itt. Nyilván van egy támadás, de hogy a mértéken vagy mérete mekkora lesz, az később derül ki. Még egy érdekes adalék, ugye Prigozsin panaszkodott arra, hogy kivonták a rendkívül ütőképes ejtőernyősöket, és a rendkívül modern harcjárművekkel felszerelt ejtőernyős alakulatokat a szárnyairól, amelyek gyakorlatilag megakadályozták az ukránok, akik korábban is próbálkoztak ezeken a helyeken támadással, azok jelentős eredményeket érjenek el. Tehát megint azt a fajta harcmodort látjuk egyébként a jelentések szerint, mint amit egyébként hittem akartam mondani tavaly nyár, hogy az amúgy beásott és védelemre berendezkedett, de alacsony harckészségű egységeket több irányból támadva meg lehet zavarni, és visszavonulást lehet kényszeríteni. Ugye megint kisebb csoportokkal támadták az ukránok ezeket az alakulatokat. De arra esélyt, hogy az ukránok visszafoglalják Bakhmutot. Azért is kérdezem, mert ugye ezt mondja Prigozsin és az ukránok is, hogy áttöréseket értek el. Ezzel szemben az orosz védelmi minisztérium a Telegramon azt írja, hogy az egyes Telegram csatornák által terjesztett nyilatkozatok a katonai érintkezési vonal különböző területein bekövetkezett védelmi áttörésekről nem felelnek meg a valóságnak, és a különleges katonai művelet területén a teljes helyzetet ellenőrzés alatt tartják.
azt teljesen be tudom képzelni, hogy ellenőrzés alatt tartják, de azért lássuk, hogy az orosz védelmi miniszterem nagyon ritkán mond igazat. Tehát nyilván a megszokott szovjet módszer szerint az utolsó pillanatig tagadják az eseményeket, az zárójában ez meg, hogy az ukránok is egyébként, de teljesen normális. Tehát azért nem szabad a hivatalos szerveknek, sem az ukrán, sem az orosz szerveknek a kommunikációját készpénznek venni, zárójában jegyzem meg, sem a nyugati sajtó kommunikációját sem szabad készpénznek venni, hiszen ők is egyértelműen oldalt választottak ebben a kérdésben, jelentős mértékben, sőt, teljes mértékben megszüntetve a hitelességüket, vagy a függetlenségüket ezáltal, az objektivitásról nem is beszélve. Úgyhogy elképzelhető, hogy ezt a kisebb típusú áttörést ők nem tekintik jelentős eredménynek, és amíg gyakorlatilag nem történik egy több tíz kilométeres Bakhmutban harcoló Wagner csapatokat ténylegesen veszélyeztető áttörés, addig ők ezeket helyi pozícióharcoknak tartják. Ugye nagyon érdekes, hogy Prigozsin azt mondja, hogy azért következett be a terület visszaszerzés, mert a reguláris erők megfutamodtak. Egy helyi ukrán parancsnok viszont azt mondja, hogy a Wagner zsoldosok vonultak vissza harc nélkül. Azt is látjuk, hogy napok óta Prigozsin elég érdekes nyilatkozatokat tesz, többek között egy pont-pont-pont fej nagypapához hasonlította Putyint, nem mondta ki Putyin nevét, de mindenki így értelmezte. Ugye korábban megígérte, hogy kivonja a csapatait, mert nem kap elég lőszert meg fegyvert, és akkor azon gondolkodtam, hogy egyrészt Zelenszky is lehet, hogy taktikailag mond mást, mint a valóság, hogy még nem állunk készen, közben meg már támadnak, hogy vajon a Prigozsin jelenség az egy taktikai lépés, vagy amúgy tényleg megmutatja azt, hogy komoly baj van a fronton Oroszország területén, és Prigozsin tényleg ideges. Kezdjük az elején. Lutvák nagyon érdekesen magyarázta, hogy mondta, hogy ő maga is volt hasonló katonai szervezetnek a vezetője, tehát egy ilyen zsoldosseregnek a parancsnoka vagy a tulajdonosa, és azt mondta, hogy amikor Prigozsin lőszert kér, alapvetően pénzt kér, hiszen neki a pénzből kell kivizetni a lőszert. Tehát azok a számok, amiket elmondott, hogy neki napi 80 ezer lőszer lenne szüksége, amit ha felszorozunk, akkor több mint 25 millió lőszerről beszélünk, ami gyakorlatilag nem csak a szovjet, hanem a világ összesített lőszer termelését meghaladja a tüzérségi kaliberben, akkor nyilvánvalóan túlzott. De ez arról szólt, hogy ahhoz, hogy a számára kitűzött célokat elérje, ahhoz több erőforrásra, jellemzően pénzre és lőszerre van szüksége. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes megfigyelés volt, és nyilván az összes zsoldos parancsok mindig ezért a két dologért könyörgött, elsősorban pénzért, másosorban további erősítésekért. Tehát ez egy egyértelmű dolog. Úgy tűnik, hogy itt és most igazat mondott, ugyanis ugye már áprilisban kritizálta azt, hogy kivonták a szárnyakat biztosító elitalakulatokat és ugye tartalékosokat, illetve önkénteseket tettek a helyükre, hogy ebben igazat mondod. Azt nem tartom valószínűleg egyébként, hogy kivonta volna tényleg is az alakulatait. Az látszik biztosnak, hogy a folyamatos konfliktusa miatt, amely a Honvédelmi Minisztérium vagy a Orosz Védelmi Minisztériummal fönnállt, emiatt gyakorlatilag a támogatása valóban csökkent, nem csak a katonai, hanem a politikai támogatása is csökkent. És ezt érzékelő, tehát most már nem prioritás az orosz hadvezetésnek az, hogy Bakhmutot elfoglalják, tehát nem akarják elősegíteni azt, hogy Prigozsin dicsőségesen, ugye általa megígért módon május 9-ére vagy közeli dátumra be tudja venni teljes mértékben Bakhmutot, hanem sokkal inkább egy ilyen hatalmi harcot lehetünk a szemtanúi, aminek bizony Prigozsin és a Wagner katonai esnek az áldozatul. Én nem tartom valószínűleg, hogy a Wagneresek megfutottak volna, mert pontosan ez az a fajta halált megvető bátorság, ami a védjegyük, és az, hogy minden körülmények között teljesítik a feladatot veszteségek figyelemben nem vételével. Úgyhogy ezt nem tartom aznak, ez egy nagyon jó kis kommunikációs fogás, sokkal inkább arról lehet szó, hogy egész egyszerűen a támogatásnak a csökkenésével, akár a tüzérségi támogatásnak, akár a lőszerlátások, akár a szárnyaknak a biztosításának a elmaradása vagy megszűnése miatt jobb védelmi állásba vonultak vissza. Persze azt sem lehet kizárni, hogy egy-egy bűnözőkből toporzott alakulat megfutott egész egyszerűen, hiszen ott tudjuk, hogy nagy számba harcolnak börtönökből toborzott emberek Prigozsin alakulataiban. Még egy információ ehhez a témához, hogy az orosz honvédelmi minisztérium megtiltotta a Wagnernek, hogy börtönökből toborozott, viszont ő maga folytatta ezt a toborzást. Tehát itt látszanak azok az erőviszonyok, azok a törésvonalak, amik azért jelentősek, de nem mondanám meghatározónak őket semmiképpen. Vársz egyébként, hogyan fognak folytatódni a következő napok? Bakhmutra koncentrálnak az ukránok az ellentámadással, vagy lesz több ellentámadás, akár több helyszínen?
Ez az ISV-nek a megállapítása, és kivételesen egyetértek vele, hogy egyértelműen a jelekből úgy tűnik, és fel is sorol több olyan szempontot, ami egyértelműen alátámasztja a nézőpontját, hogy az orosz hadvezetésnek nem kiemelt fontosságú Bakhmutnak a meghódítás, hogy ez Prigozsinnak lett volna magánprojektje. Ugye az ukránok az egekbe emelték Bakhmut fontosságát, tehát gyakorlatilag az ő számukra ez egy mindenképpen kiemelt célpont, hogy a hírek szerint, ugye megint csak meg nem erősített hírek szerint, azért késlekedett az ukrán ellentámadás, mert olyan mennyiségű erőt vetettek be a megtartásra, hogy elmondhassák, hogy legalább a város szélének az utolsó 500 méterét meg tudták tartani, hogy ez ténylegesen veszélyeztette, vagy veszélybe sodorta az ellentámadást, hiszen olyan alakulatokat vetettek ide, amit az ellentámadásra tartalékoltak. Ezt talán sose fogjuk megtudni, de az tény, hogy most Bakhmut körül még folytatódni fognak ezek a harcok. Nyilván az orosz hadsereg nem teheti meg, hogy elveszti ezt a területet teljesen, tehát inkább egy olyan típusú lassú előrenyomulásra kényszeríti az ukránokat, amit a Wagner is csinált, a tüzérségi támogatásra, mert egyértelműen fölényben vannak, légi támogatásra, mert szintén fölényben vannak, ezekkel azért le lehet lassítani egy gyalogsági vagy egy szárazföldi előrenyomulást, és akkor utána beáll egy olyan helyzet, mint a front többi pontján, hogy így darálgatják egymást. Úgyhogy én arra számítok, hogy az ukránoknak ez csak egy ilyen presztízs támadás volt, ami arra szolgált, hogy lekösse az orosz erők figyelmét, hogy mindenki Bakhmutra figyel, közben egyébként egy Avdijevka nevű kis várost, ami a Donyeckhez közel van, elég jelentősen bekerítettek, mi nem teljesen, de már majdnem bekerítettek az orosz erők, ami azért lenne rendkívül fontos, mert ez lenne az első nagyobb város, ami ezen a frontvonalon orosz kézre kerül, ugye itt elsősorban a szakadár erők harcolnak. Úgyhogy itt azért zajlik a frontvonal többi részén is a küzdelem, például Hersonnál, ugye érdemes megnézni a Hersonnál Nyeper folyónak a torkolatát, nagyon sok kicsi sziget van. És ott egy ilyen több ágra szétbomló folyótorkolatnál azt mondja, hogy melyik szigetet ki ellenőrzi, hogy ellenőrzi, annak jelentősége nem nagyon van, viszont abból a szempontból fontos lehet, hogy komoly híreket lehet minden származtatni vagy hozni. Szerinted mi az, amit ha elfoglalna az orosz fél, vagy visszafoglalna az ukrán fél, akkor az tényleg akár a háború végkimenetelét is eldönthetné? Bakhmut egy ilyen szempont mindegy, Bakhmut egy ilyen terület minden szempontból. Az már inkább csak a szimbólium miatt. Abszolút, tehát, hogy... abszolút. Katonai jelentőséget, tehát azt érdemes elengedni, hogy ez a háború katonai győzelemmel érhet bármilyen szempontból véget. Tehát megint csak Lutwaknak volt egy nagyon jó észrevétele, hogy az első meg a második világháború között két óriási különbség van. Az egyik az az, hogy a második világháborúban a német hadsereg megpróbálta föltartóztatni az antant hatalmakat, és amikor nem sikerült, akkor azt mondta a politikai vezetésnek, hogy eddig bírták a háborút, bedobják a török között. Ugye a második világháborúban nyilván az ideológia miatt is ez lehetetlen volt, tehát konkrétan egy katonai győzelem született a fővárosnak az elfoglalásával. De erre mondta azt Lutwak, hogy ez nem ez a jellemző a háborúk során, tehát nem egy ilyen totális vereség szokott bekövetkezni, hanem általában az a variáció, hogy a hadsereg azt mondja, hogy nem bírja tovább a küzdelmet, csak a politikai vezetői bölcsen beszünteti a küzdelmeket. Na most egy olyan katonai győzelemnek a hiányában, mint amit az ellenséges főváros elfoglalása jelent, és azt látszik, hogy az oroszok sem képesek elfoglalni Kijevet, és nyilván az ukrán hadsereg sem képes elmenni Moszkváig. Tehát gyakorlatilag ezeknek a hiány katonai győzelem, katonai siker, mondjuk egy 50-80 ezer fős ellenséges csapat bekerítése, ez nagyon nem valószínű. Tehát inkább az várható, az arra számíthatunk, hogy folytatódik ez a felőrlés, és az fog kiderülni, hogy ki bírja tovább erővel, ki bírja tovább elszántsággal, vagy az Oroszország, vagy az Ukrajna, vagy a nyugat által támogatott Ukrajna, ez még egy olyan jövő zenéje. Ebből a hírekkel a következő hír, hogy Nagy-Britannia tegnap közölte, hogy megkezdte a Storm Shadow nagy hatótávolságú cirkáló rakéták szállítását Ukrajnának. Ezek lehetővé teszik, hogy az ukrán erők mélyen a frontvonalak mögött is eltalálják az orosz csapatokat és a tábori rakétákat, raktárakat, bocsánat. Azt korábban már lehetett hallani, hogy az Egyesült Államok egyébként nem szállít hasonló fegyvereket Ukrajnának, viszont nagyon érdekes, hogy pont a bejelentés előtti napon volt egyébként egészen felső szinten amerikai és brit találkozó. Hát gondolom, hogy ezt a kérdést is megvitatták. Te mit vársz ettől a lépéstől? Ez is nagyon érdekes, és nagyon örülök, hogy Edward Lutwak előadásait meghallgathattam, ugyanis ő a mai napig a Pentagonnak a szakértője, és véleménye szerint az amerikai politikai vezetés az, amelyik nem engedi ezeknek a nagy hatótávolságú fegyvereknek a szállítását. Tehát nagyon érdekes volt ezt hallani, hogy nem a katonai vezetés igyekszik visszatartani az eszkalációt, hanem a politikai vezetés is látja ennek a veszélyét.
Úgyhogy ennek a fényében azt mondanám, hogy ez egy ilyen tapogatózó lépés a nyugati hatalmak részéről, hogy mit reagálnak rá az oroszok. Ugye látni kell, hogy nem tudni, hogy pontosan mennyi eszköz kap Ukrajna, és ez egy légiindítású cirkáló rakéta. Tehát egy szárazföldindítású eszköz, mint például a HIMARS, az egy teljesen másik kategória, és ezt el lehet dugni, hogy látjuk, hogy az ukránok milyen jól használják a HIMARS-et, tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés eszköz sem is jut meg az átadott indítókból, és milyen komoly sikereket értek el vele. Azért egy levegőből indított eszköz hiába repül 40 méter magasan, vagy még alacsonyabban ez a cirkáló rakéta, attól függetlenül el kell inteni valahonnan. Ugye két változata van, van az angolok, illetve a franciák által használt változat, amelyek akár 500 km feletti is lett a hatótávolsága, az export verziói idézőjelbe téve csak 250. Tehát ez azért egy komoly távolság, de még Moszkvát azért nem lehet vele elérni. Úgyhogy igazából az a kérdés, hogy mennyi olyan repülőgépe, Su-24-ese vagy MiG-29-ese maradt az ukránoknak, amiket erre föl lehet használni, és be lehet vetni őket. A másik pedig az, hogy mennyi rakétát kapnak. Ugye egy cirkáló rakétának, hogy ugye meg is nézem pontosan, hogy mekkora robbanófej, de ugyanis 4-500 kilónál nem szokott több lenni. Úgyhogy gyakorlatilag ennek köszönhetően azért egy olyan típusú nagyobb sikerre járó bevetéshez azért vagy nagyon pontos célzásra van szükség, vagy pedig olyan típusú, mondjuk így tömeges támadása, amit azért nehezen elképzelhető, hogy még 30-40 ukrán vadászbombázóval el tudnának indítani. Úgyhogy ez mindenképpen egy gesztus, mindenképpen egy érdekes eszkaláció, de a hatásait azért még én korlátozottnak ítélem. Nyilván, amikor kiderül, hogy volt valami tömeges támadás sikerül, azért ez más helyzet lesz, de emiatt nem tudunk semmit a konkrét számokról, a konkrét háttérről. Ja, mindenki azt találgatja, hogy ez a háború megmarad-e Ukrajna határain belül, vagy kiterjed. Ennek ugye több formája is lehet, például, hogy Ukrajnán túl más országot is megtámad Oroszország. Szerintem erre most nincs nagy esély, hát ugye látjuk, hogy Bakhmut is akár komoly kihívást jelent. A másik, hogy az ukránok kezdik el Oroszország területét támadni. Erre eddig láttunk jeleket, bár érdekelne a véleményet, hogy mondjuk akár a Moszkva elleni dróntámadás, akár a különböző robbantás, merényletek mennyire számítanak egyáltalán klasszikus katonai hadműveleteknek? Azért a katonai műveletben mindig benne van az a fajta, hogy mondjam, grandiózitás. Tehát nem nagyon beszélnek róla, meg gyakorlatilag nem nagyon hozza fel a nyugati média, de az ukránok gyakorlatilag folyamatosan lövik 2014 óta Donyeckot és Luhanszk megyének a településeit. És a háború kirobbanása óta az orosz határvidék, Belgorod és egyéb környékek is folyamatos aknavető vagy tüzérségi támadásra állnak kisebb-nagyobb mennyiség, vagy kisebb-nagyobb mértékben. De ezek nem katonailag értékelt műveletek, ugyanis egy ilyen műveletnek azért mindig van egy eleje, egy vége, egy közepe, meg egy vége, tehát van valami célja. Ezek ilyen zavaró támadások, amik arra szolgálnak, hogy akár a politikai, akár a katonai vezetés figyelmét megosszák, illetve a saját közvéleményt feltüzeljék, vagy akár a világ közvéleményének üzenjenek vele. Úgyhogy ezek sokkal inkább ilyen, most nyilván nem is diverzáns módon, bár sokszor diverzáns módon történnek, de inkább ezek ilyen diverzáns akciók, ilyen psyops vagy információs hadmeneti akciónak lehet őket tekinteni. A kérdés az az, hogy ezek a Storm Shadow hol és milyen módon kerülnek felhasználásra. Mert például mondjuk egy 5-10 darab ilyen eszköz bevetve mondjuk orosz célpont ellen, milyen Oroszország területén, azért ez egy minőségi változás lenne. Ha ezt mondjuk a hadszinten használják fel, ez egy teljesen másik kérdés természetesen. Mint az arra, hogy ezek például akár a Nagy-Britannia által leszállított rakéták megjelennek majd orosz területeken, vagy azért Ukrajna is tudja, tehát hogy vajon érzi-e Ukrajna a határokat, és tudom, hogy egy megtámadott ország esetében egyébként kicsit érdekes is ilyet kérdezni. Kicsit válaszolnék az előző kérdésre, hogy nem számítok arra, hogy harmadik fél bekapcsolódjon a háborúba, nem érdekel senkinek egyébként. Ukrának nyilván érdekel lenne, hogy a NATO a segítségére siessen, de ezt a NATO országok és a NATO politikai és katonai vezetők egyértelműen és kategórikusan kizárták, nem csak nyilvánosan egyébként, hanem magánbeszélgetésekben is. Tehát az a motto gyakorlatilag, hogy az Ukrajna háborúja, és ezt mindenképpen maximálisan támogatjuk, de nem akarjuk a NATO-t belekerülni, hiszen elkerülhetetlen ez egy nukleáris eszkalációhoz vezethetne. Ami a kérdést illeti, azt talán érdemes figyelembe venni, hogy az ukránok nagyon keményen és nagyon hevesen harcolnak, és nagyon hasonló módon teszik ezt, mint ahogy az oroszok tennék. Tehát én nem tartom elképzelhetetlenek azt, hogy további olyan támadások fognak bekövetkezni, amik az orosz morálnak a csökkentésére irányulnak, vagy akár a saját moráljuknak a növelésére. Azért nagyon óvatosan kell bánni ezekkel, mert Oroszországban is feléledhet, és már folyamatban van egyébként ennek a felélesztése egy olyan hazafias mozgalomnak, vagy egy hazafias tűznek, amiben az eddig meglehetősen
meglehetősen veszteség kerülő orosz vezetés is bemer és be akar vállalni utána nagyobb orosz veszteségekkel járó hadműveleteket, hiszen a lakosság nyomása akkor lesz rajtuk. Ugye Lutvák nagyon érzékletesen mondta el, látszik, hogy a hatást adjuk az előadásnak, egyébként hihetetlen jó beszélt az öreg, hogy már a Szovjetunióban is, Afganisztánban vívott háborút nem támogatta a lakosság, és nyilván nem volt lehetőségük hangosan és demokratikusan tiltakozni, de azért a főtéren vagy a vöröstéren megjelenő elhunyt gyerekű képét hordozó anyákkal szemben már a kommunista hatalom sem mert föllépni. Tehát egy ilyen típusú megmozdulás nyilván Putyinra is azért jelentős hatást gyakorolna, viszont ha a lakosság, a társadalom háborodik föl annyira, hogy belekényszerítse egy ilyen lépésben mondjuk egy ukrán támadás, például mondjuk egy orosz civil területet élt nagymértékű támadás, egy nagyváros, mondjuk Kurszkot vagy Belgorodot, amíg azért ezeknek a rakétáknak a hatótávolságában van bőven. Egy ilyen célpontot ért támadás után biztos, hogy jelentős mértékű feláborodás lesz. Erre egyébként zárva bejegyzem, meg rá is játszik az orosz vezetés, hiszen abszolút az érdekébe állna, hogy ez így történjen. És akkor megtörténhet az valóban, hogy egy szélesebb eszkalációnak lehetünk a szemtanúi. Ugye nyilván nem látjuk azokat a politikai célokat, amiket az orosz vezetés kitűzött magának, ugye nagyon homályosan fogalmaznak. Egyértelműen látszik, hogy nem akarják elidegeníteni az ukrán lakosság, vagy legalábbis az ukrán lakosságnak azt a részt, amik az általuk megszállni kívánt területeken fog élni. Nem akarják őket provokálni olyan támadásokkal, amelyek gyakorlatilag folyamatosan érik Oroszország területét, vagy Luhanszk területét, úgyhogy ez még egyelőre egy nagy kérdés. Az biztos, hogyha valamilyen tömeges, durva támadás történik, akkor az orosz válasz nem szokott elmaradni. Ugye lásd a kremlini támadás utáni két napon megint ott óriási tömeges támadás, ami valószínűleg hatást gyakorolt arra, hogy milyen módon indulhatnak az ukrán ellentámadás. Ugye a hírek szerint egy vezetési pontot is, vagy egy vezetési körletet is támadásért, ahol az ukrán hadsereg vezetése tartózkodott, ugye Szirikin és Zaluzsnyiról is gyakorlatilag megszűntek a hírek. Zaluzsnyi le is mondta egyébként, vagy a nevében le is mondtak egy fontos NATO találkozást. Tehát ugyanaz ukrán vezetés kategorikusan cáfolta, hogy meghaltak volna a parancsnokok, de nem kizárt, hogy megsebesültek ebbe a támadásba, hogy nem tudunk semmit. Erről még egy kicsit beszéljünk, mert egyre több olyan támadás van, ami, mit tudom én, ukrán kiképző bunkert ér egyébként, ugye ott azt feszegették, hogy vajon hány külföldi katona van, akkor valóban a katonai vezetők ellen indított támadás, hogy miközben mindig azt mondják, hogy Oroszország rosszul halad, közben meg mintha időnként stratégiailag is oda csapnának, és ugye látjuk azt, hogy Moszkva után azért sokan mondták, hogy legyen válasz, és mindenki azt várta, hogy mondjuk Kijevben döntéshozó központokat támadnak. Ezt nem láttuk, viszont más jellegű támadásokat ezek szerint igen. Én úgy gondolom, hogy a nagyon sok és zavaró információ közül ki lehet szűrni az igazságot. És egyre inkább úgy tűnik, hogy az elektronikai, illetve a feldöltés területen az oroszok kezdenek, ha nem is mondom, hogy fölénybe kerülni, de kezdenek mondjuk így méltó félnek. Kezdik összeszedni magukat. Igen, kezdik összeszedni magukat, pontosan. Tehát például a Lancet kamikáze drónokról szóló napi 3-4-5 videó is arról tanúskodik, hogy akár kínai támogatással, akár máshogy, azok a harcászati és hadműveleti felderítési adatok, amik korábban hiányoztak nekik, azok kezdenek megérkezni. És ezek mutatják azt, ezt a pavlográdi támadást például, hogy az oroszoknak is van egy HIMS-hez hasonló rendszer, ők tornádónak hívják. Nyilván, ahogy az legtöbb orosz fegyver, nem az összes, de a legtöbb orosz fegyver nyilván az is pontatlanabb, meg nagyobb, mint az amerikai változat, de nagyjából ugyanazt tudja, csak ehhez is pontos felderítési információk kellenek. Tehát most az kezd kirajzolódni, hogy akár a fronton, akár a mélységében, hadműveleti mélységben az orosz felderítés egyre inkább kezd képbe kerülni, és ennek következében tud pontos támadásokat vezetni ukrán célpontok ellen. Ugye erről szólt a 9-i, 10-i, vagy a korábbi estéken vezetett támadásoknak is a célpont listája, tehát olyan katonai célpontokat támadtak, mint lőszerlerakatokat, üzemanyaglerakatokat, vezetési pontokat, amik egyetlen arra utaltak, hogy tisztában vannak azok, hogy ez hol vannak. Egy dolog, hogy mennyire találták, vagy rongálták meg őket, de biztosan tisztában voltak az, hogy nagyjából azon a környéken van valami. Tudom, hogy ez nem egy futballmeccs, de te jelenleg hogy látod, ki áll győzelemre? Épp most tervezek írni egy Facebook bejegyzést erről a kérdésről, ugyanis ezt a kérdést nagyon nehéz napjainkban definiálni. Ugye a történelem során a klasszikus csatamezőkön az volt a győztes, aki a csatamező ura maradt. Tehát a veszteségektől független, aki rá tudta erőltetni az akaratát az ellenségre, hogy az elhagyja a csatamezőt, ő volt a győztes. Mondjuk megorsomolt egy várost, ha elfoglalta a várost, ő győzött, független, hogy mik voltak a következmények vagy a körülmények. Na most ilyen típusú tiszta eredményeket nem nagyon tudunk egy modern háborúba fölmutatni. Tehát
ha Oroszország azt mondja, hogy ő megelégszik a jelenleg a kezén lévő területekkel, és azt mondja, hogy elérte a katonai művelet a céljait, akkor kivitatja, hogy, hogy győzött. Hiszen ő azt mondta, hogy ezek a céljai. Egyértelműen az a probléma ebben a kérdéskörben, hogy nem tudjuk, mik a pontos célok. Hogy az ukrán vezetés is folyamatosan arról beszél, hogy a teljes területet vissza akarja foglalni Ukrajnának, de azt már amerikai körök is kezdik fölismerni, és Lutvak is tett rá egy utalást, hogy bizony a Krím félszigetebe nem tartozik bele, hiszen tudják, hogy az oroszok a legszélsőségesebb eszközökkel is meg fogják védeni. Viszont ha Oroszország például azt mondja most, hogy oké, belemegy egy kompromisszumos békébe, és elfogadja azt, hogy azok csak a kezén lévő területek kerülnek orosz kézre, nyilván kisebb határkiigazításokkal együtt, akkor mind a két fél jogosan hirdetett győzelmet, hiszen Ukrajna megvédte a függetlenségét és az állami létét, Oroszország nem tudta elfoglalni azt, amit akart, és mindenki győzelmet hirdet, teljesen jogosan. Tehát ez egy olyan szócsatának tűnik nekem, amiben teljesen fölösleges belebonyolódni, mert nem tudjuk, hogy is, mert nincsenek kommunikálva a politikai célek, ha meg vannak, akkor meg nyilván értelemszerűen teljesen irracionálisak. Tehát ez egy olyan kommunikációs kulimász, amiben mindenki a saját íze szerint válogatja ki azokat a csemegéket, amire szüksége van. Szintén egy hír, hogy áprilisban egy lengyel erdőben találtak egy katonai tárgyat, és a hivatalos lengyel jelentések szerint az erdőben egy orosz H-55-ös rakéta volt. Ugye az a kérdés, hogy ezt kigyártották ki a rakéta, mit lehet erről tudni? Itt én szabad elengedem a fantáziámat. Ez egy orosz rakéta, egy cirkáló rakéta ráadásul, aminek lehet, hogy a darabjait találták meg, lehet, hogy a teljes rakétát, lehet, hogy egy lezuhant rakétát az ukránok átvittek és lerakták oda, hogy legyen valami bizonyíték, lehet, hogy a lengyelek kapták az ukránokat, és ők tették oda, hogy legyen az, hogy az oroszok megtámadták őket, lehet, hogy egy céltévesztett rakéta, és lehet, hogy az oroszok lőtték oda, mert valaki túl közel ment, vagy úgy gondolták, hogy Lengyelország túl messzire ment. Tehát ugyanúgy, mint amikor az a légvédelmi rakéta lövedék becsapódott, és vagy a légvédelmi rakéta darab becsapódott, és megölt két embert Lengyelországban, ugyanúgy itt is gyakorlatilag bármi elképzelhető az egyik szélsőségtől a másik szélsőségig, azt érdemes figyelembe venni, hogy hogyan kommunikálják a felek. Tehát például akkor a lengyel kormány összehívta a NATO tanácskozását, NATO tanácsot a negyedik cikkerre hivatkozva. Most erről szó sincs. Tehát én ezt úgy gondolom, hogy ez egy kommunikációs hadjáratnak az eleje, hogy mire irányul, azt meg fogjuk tudni egy pár napon belül. Egyébként szerintem az jó hír, hogy például nem hívják össze a NATO-t ilyen ügyekben. Tehát egy kicsit azt talán megnyugtató, és ezzel a hallgatókat is meg tudjuk nyugtatni, hogy nagyon úgy tűnik, hogy itt senki nem akar világháborút. Igen. Tehát Lutvak szavaiból is egyértelműen kiderült, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy a nukleáris fegyvereket gyakorlatilag nem véletlenül nem vetették be gyakorlatilag a második világháború után, és ugye a szavai szerint hirdet akartam mondani, milyen program volt az? Az amerikai atombomba programot fejlesztő tudósokat irányító amerikai tábornok, gróf tábornok félreértette a szavaikat, ugyanis a politikusok nem tudtak a sugárzásról. Tehát ők annyit tudtak a Manhattan projekt tudósaitól, csak ez egy olyan bomba, ami sokkal nagyobbat robban, mint bármelyik másik eszköz. Most vagy nem tudták, vagy félreértették a sugárzásnak a miben létre, és amikor kiderült Hiroshima és Nagasaki után, hogy nem csak annyiból áll egy atomfegyver, hogy ledobunk egy bombát, amit korábban 1000 gépnek kellett, vagy aminek olyan hatása, mint egy 1000 gép által szállított robbanó eszközmennyiség, hanem bizony ennek súlyos következményei is vannak minden szempontból, akkor nem véletlen nem vetették be többet ezeket a fegyvereket, és nem véletlen, hogy az összes olyan konfliktus, ami például atomhatalmak között zajlott, például India-Pakisztán között, onnantól kezdve mind a két ország atomhatalommá vált, megszűntek a hagyományos háborúk. Izrael gyakorlatilag 73-ban éreztette, ugye nem tette soha hivatalosan nyilvánvalóvá, hogy atomhatalom, de éreztette, hogy ezt meg tudja tenni. Onnantól kezdve az arab támadások is megszűntek Izrael ellen. Tehát egy atomhatalom, egy olyan felelősség atomfegyver birtokolni, amit azért hál' Istennek, és ez sokáig nem volt egyértelmű, de hál' Istennek úgy néz ki, hogy a nyugati vezetés is felfogott, hogy ezzel nem szabad játszani. Ja, mielőtt még a kommentelők kijavítanak, hogy Izrael ellen azért vannak támadások, csak más ilyen némi rakétázás. Hagyományos katonai támadás nem indult az arab államok részéről, igen, így értettem természetesen. Tehát az a klasszikus katonai konfliktus, ami nagyjából 10 évente kirobbant, hogy 48, 56, 67, 73, és 73 után nem volt. Tehát hogy gyakorlatilag ez a fajta támadásra gondoltam természetesen.
Nyug tovább, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök várhatóan most szombaton találkozik Ferenc pápával a Vatikánban. A tervezett utazást még nem jelentették be hivatalosan, de ugye ez alig két héttel azután történik, hogy a pápa kijelentette, a Vatikán részt vesz egy békemisszióban, amely megpróbál véget vetni Oroszország és Ukrajna közötti fegyveres konfliktusnak. Te mit vársz ettől a találkozótól? Ez egy szimbolikus dolog lesz, vagy lehet, hogy akkor a hatás gyakorol majd a pápa Zelenszkire, hogy azonnal azt mondja, jó, akkor leülök tárgyalni, vagy a pápa elhúz egy ablakot, vagy egy falat a Vatikánban, ott fog ülni Putyin, és mondja, hogy meglepetés. Római katolikusként hagyj idézem Sztálint és a helyzet teljes abszurditását. Volt egy ilyen kérdése, hogy hány hadosztálya van a pápának? Tehát minden tiszteltem a szentatyái, de azt látni kell, hogy a háborúnak ebben a fázisában én teljesen kizártnak tartok egy közvetlen isteni beavatkozástól eltekintve, amit szintén nem lehet kizárni, egy olyan megoldást, ami véget vetne ennek a konfliktusnak ebben a pillanatban. Tehát lehet, hogy a felek kimerülése után egy béketerv, amit a pápa és alkalomattán az ortodox egyház vezetői közösen terjesztenek elő, az sikerrel járhat, mondjuk erre a pozícióra Kína is nagyon átsingózik egyébként, de én megkövesedett szívű cinikus realistaként azt mondom, hogy ez egy nagyon szép gesztus, nagyon fontos, hogy a világ közvéleménye és az összes keresztény lássa, hogy bizony az egyházi vezetők is azon dolgoznak, hogy béke legyen, és nem a háború irányába igyekeznek tolni a nemzeteket, de én ennek igazából egy szimbolikus értéken túl más nem nagyon tennék mögé. Itt meg Kínára mondtál, az jutott eszembe, hogy most már a másodlagos háború azért zajlik, hogy kiteremtsen békét. Abszolút, abszolút. A törökök is bejelentkeztek erre a pozícióra. Ugye nagyon érdekes fejlemények lesznek ezen a területen, bár már ott tartanánk egyébként, hogy a béke feltételekről és a béke megteremtőjéről beszéljünk. Ha már Törökországot említetted, a hétvégén választások lesznek Törökországban egészen pontosan vasárnap. Gyorsan megy az idő. Te mit vársz meg? Hogy látod, mi lesz? Ez megjósolhatatlan. Azt látom, hogy Erdogan összehozott azért egy közel milliós tömegtüntetést a támogatóival, de azért azt érdemes látni, hogy Törökország 77 vagy 78 millió lakosából ez azért nem egy akkora mennyiség, függetlenül attól, hogy óriási tömeg volt. Az látszik, hogy Erdogan, aki gyakorlatilag hihetetlenül kitűnő politikusnak bizonyult, és aki már nem hogy évek, hanem konkrétan lassan egy évtizede a cső széléről rángatja vissza mindig Törökországot, szerintem elfáradta a támogatás, és elfáradtak a támogatói. Egész egyszerűen változást akar Törökország, és ebben egy teljesen meglepő, mondjuk így indokra hivatkoznék, ez pedig a földrengés volt, amelyet hagyományosan a muszlim államokban egy isteni harag kifejeződésének tartanak, és ilyen komoly földrengés évtizedek óta nem volt Törökországban. Tehát én úgy gondolom, hogy ez lesz az a tényező, ami aztán végül az ellenzék javára billenti a mérleget. Ugye azt érdemes látni, hogy azért akármennyire is autokratikus módszerekkel uralkodik, vagy vezet Erdogan, azért Törökországban demokrácia van. És hogyha a tömeg és a nép azt akar, hogy változás legyen, már pedig az alapvetően hangosabban, a véleményét hangosabban artikuláló városi lakosság között nem nincs túl nagy respektje Erdogannak, ő sokkal inkább a vidéki, nagyon vallásos lakosság körében támogatott, akkor gyakorlatilag egy isztambuli, egy ankarai tömegtüntetéssel gyakorlatilag akkor is meg lehet buktatni, vagy akkor is rá lehet venni a választási eredmények elfogadását, ha történetesen ő maga nem akarja. Tehát én úgy gondolom, hogy egy változás következik Törökországba, de ez sincs kőbevésve. Tehát lehet, hogy aztán a támogatót sikerül olyan szinten mobilizálni, vagy a bizonytalanokat olyan szinten megnyerni, mivel az ellenzéknek azért nincs olyan jól körülhatárolható programja, hiszen egy nagyon változatos, a kurdoktól a baloldaliakig tartó koalícióról beszélünk, hogy ahogy azt mondják, a stabilitásra vágyó törökök, hogy inkább ez a nem túl kedvelt, de mégiscsak stabilitást és kiszámítható jövőt mutató irányzat menjen tovább, mint egy fejes a sötétbe. Ilyen érdekes, ugye sokan azt mondják, hogy Erdogan a földrengés kezelésébe bukhat bele, de lehet, hogy maga a földrengés is már, mint ahogy te is mondtad, ilyen isteni üzenetként értelmezik mondjuk a törökök, és azzal meg nem igazán lehet mit kezdeni. Pontosan, pontosan. Tehát igazából ezek a fajta ilyen körülmények, amiket is gondoljunk be, hogy ugye, ha fordítva lenne, és Erdogan lenne a világiasabb pártnak a vezetője, akkor ez akár a kezelési játszma. De pontosan az ő támogatói között vannak sokan olyanok, akiket ez a tény, ez a természetes csapás, ez befolyásol, és onnantól kezdve gyakorlatilag már én arra számítok, hogy gyengül a támogatottsága, de mondom, semmi sincs kőbevésve, tehát bármikor előfordult, hogy elől egy olyan húzással, elől egy olyan lépéssel, amivel megfordítja ezt az egyébként nagyon kiélezett versenyt.
Na, végére egy kérdés. Kedves Bálint, ha Ukrajna győz, mi lenne Magyarország helyes politikája? Illetve ugyanez a kérdés, ha az oroszok nyernek, persze lehet, hogy kiegyeznek, ön szerint mi a politikai megoldás? Ha Ukrajna győz, akkor kellemetlen helyzetben leszünk, ugyanis az ukrán vezetés többször is egyértelműen elmondta, hogy a magyar viselkedést meg fogják torolni, és szó szerint ezeket a kifejezéseket használták. Ebben az esetben, ugye figyelembe véve, hogy ott maradt több százezer jó kiképzett és felszerelt ember a hadsereg kötelékében, nem kizárt, hogy katonai úton próbálnak meg érvényt szerezni a szavaiknak. Ebben az esetben a NATO 5. cikkelye igen komolyan letesztelésre kerül. Én nem tartok kizártnak ebben az esetben egy ukrán katonai támadást Magyarország ellen, ami egy nagyon-nagyon durva szituációt eredményezne, figyelembe véve, hogy a NATO ugye milyen szerepet játszott be, ugye figyelmen kívül hagyta a magyar vétót, NATO-ukrán tanácsban, stb. 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 Tehát az egy nagyon-nagyon durva teszt lenne, hát nem ismerek belegondolni, milyen következményekkel. Egy orosz győzelem az meg attól függ, hogy Oroszország mit akar. Ugye nem tudjuk, hogy pontosan mit szeretne Oroszország. Beszéltek Ukrajna felosztásáról, beszéltek mindenféle területi változásokról, népszavazásokról, autonómiáról, területek országokhoz csatolásáról, tehát nem lehet tudni, hogy pontosan mi lesz. Én egyetértek abban a miniszterelnök úrral, hogy nem szokott nekünk jót tenni, ha orosz-magyar határ van. Tehát az a közvetlen határ, ugye belegondolunk csak 48-49-ben, vagy akár a második világháborúba, azért nem hozott túl szerencsés kimeneteket Magyarország számára, viszont azt is lehet látni, hogy olyan mértékben változik a világ, és az, amit nagyon-nagyon sokan nem értnek, és az általam rendkívül nagyra tartott és rendkívül jókat mondó Lutvak úrnál is azt éreztem, hogy mintha nem érezné a változásokat, amik a szemünk előtt zajlanak. Tehát az például, hogy Szaúd-Arábia és Irán közvetítésével, vagy kibékítésével Kína micsoda iszonyatos diplomáciai eredményt ért el, ezt szerintem ő nem értékelte megfelelően. Tehát kiszámíthatatlan, mi történik. Én tartok egy ukrán győzelemtől, mert Magyarországnak biztos, hogy nem fog jót hozni. Orosz részről pedig teljesen kiszámíthatatlan, hogy akár pro, akár kontra előfordulhat valami. Sajnos ilyen bizonytalan és kaotikus időket élünk, hogy nem lehet fixen előrejelzni semmit. Tomkuti Bálint, nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt voltál velünk. Köszönöm szépen, viszont hallásra.